Mivel magyarázható, amikor valaki képes megjósolni a jövőt? A szöveg megmondja, hogy merre tartunk és miért vagyunk elakadva. Amikor behívjuk ezt az energiát és a megfelelő helyről jövünk, akkor segíthetnek nekünk. Hogyan képes valaki a halottakkal beszélni, vagy olvasni mások gondolataiban? Meditálok, kapcsolatba lépek a segítőimmel és az energiáimmal. Ha léteznek szellemek, akkor túléltük a halált, és az emberek szeretnek ebben hinni, mert megnyugtató. Hogyan férhetünk hozzá az érzékszerveink elől rejtett információhoz? Vajon ez egy tehetség vagy adottság? Vagy valamilyen természetfeletti dolog? Úgy tűnik, hogy valóban tudnak olyasmiről, amiről nem tudhatnának. Örök rejtély. Bárhogy legyen is, megmagyarázhatatlan. Nagyon sok az ismeretlen ebben a témában. Bár hihetetlennek tűnik, ha valaki előrelátja a jövőt vagy beszél a szellemekkel, mégis számtalan ember hisz az ilyen képességekben. Ez az iparág 2 milliárd dollár termel évente, ami jól mutatja, hogy mennyire jövedelmező. Sokan úgy vélik, hogy képesek a túlvilággal beszélni vagy kapcsolatba lépni. De mi ez az egész? Ez egy képesség, amivel meg tudják mondani, hogy milyen lesz a jövőben az emberek élete. Mi hatott rájuk a múltban? Tudnak rólunk dolgokat, amikről elvileg nem tudhatnának. Képesek gyógyítani és kapcsolatba tudnak lépni a halottainkkal. Ha valaki felkeres egy problémával, a tarotkártyák megmutatják a problémát és segítenek eligazodni az életben és szellemi iránymutatást nyújtanak. Segítők egy csapatával dolgozom, akik vezetnek és tudatják, hogy mit kell mondanom. Most is itt vannak és vezetnek. Az a célom, hogy segítsek az embereknek kihozni a legjobbat önmagukból. Gabriel és Mihály arkangyalok a segítőim. Nem vagyok vallásos, a szellemekkel állok kapcsolatban. A segítőim híres emberek, akik korábban itt éltek. A jóság és a megbocsátás világából érkeztem egy olyan helyre, ahol segíteni szeretnék az embereknek. Segítek az embereknek megoldani a problémáikat. Azok, akik hozzám fordulnak, boldogtalanok, párkapcsolati problémáik vannak, elakadtak vagy válaszút előtt állnak, ami gyakori, és nem tudják, hogyan tovább. Úgy érzik, hogy régóta elakadtak. Egyesek arra kérnek, hogy olvassak a tenyerükből, és abban bíznak, hogy meg tudom mondani, melyik a legjobb irány számukra. A tenyérjóslást leginkább arra lehet használni, hogy megmondjam, mi vár rájuk, hogy el tudják azt kerülni. Mintha mennénk az autóúton, és valaki friss információt adna a forgalomról. Ha tetszik, ami ránk vár, akkor csak hátradőlünk, és hagyjuk, hogy megtörténjen. Ha viszont nem tetszik, akkor lesz időnk, hogy eldöntsük, hogy mit tegyünk. Ha valami szörnyű dolog fog történni, mondjuk 10-20 év múlva, akkor sok időnk lesz elkerülni. Más kérdés, hogy mi van, ha a jövő héten fog megtörténni. Mindenféle rendű és rangú ember hisz a pszichikai képességekben és a kevésbé természetfeletti alapú asztrológiában. Ronald Reagan elnök felesége Nancy hitt abban, hogy az életét és a férje életét természetfeletti erők vezérlik. Ronald Reagan felesége médiumokhoz fordult, és egy asztrológustól kért tanácsot, és igyekezett Reagant is befolyásolni a megbeszélései eredményeképpen. Bár sokan hisznek a médiumok képességeiben, nincs tudományos bizonyíték ezeknek a képességeknek a létezésére, és ezt a gyakorlatot áltudománynak tartják. De vajon ostobaság elvetni ezeket az állításokat? Egyeseket ámulatba ejt ez a képesség. Mindössze 17 éves voltam, egy rádiónál dolgoztam Londonban. Egy nappal azelőtt, hogy felkerestem egy médiumot, a rádióállomást váratlanul megszüntették. Másnap a médium azt mondta, hogy látom, hogy egy rádiónál dolgozik, de van egy kis gond. Mire mondtam, hogy igen, tegnap megszűnt. Nem hiszem, hogy erről bárhonnan tudomást szerezhetett volna. Ez egy kis állomás volt, és én sem voltam híres. Az újságokban sem jelent meg. 8 órával a rádió megszűnése után mondta ezt.
A médiumok képességét rendkívül jó célokra is használhatják. Előfordult, hogy a rendőrség médiumok segítségével oldott meg ügyeket. Például eltűnt gyerekek vagy megoldatlan gyilkossági ügyeket. Bár a rendőrség tagadja, hogy médiumok segítségét vették volna igénybe, vannak bizonyítékok arra, hogy több elkövetőt is bíróság elé állítottak. Mindenki rendelkezik valamilyen mértékű hatodik érzékkel. Időnként a rendőrök is beszámolnak arról, hogy kialakult a rendőri szimatuk. Megérzik, hogy melyik autóba rejtették a kokaint. Nem azt mondják, hogy tudták, hogy hol van, csak azt, hogy melyik autó tűnt egy kicsit gyanúsnak. Anyai ösztön. Az emberek tudatában vannak a környezetüknek. A médiumok gyakorolják ezt a képességüket, hogy fejlesszék pszichikai képességüket. A pszichikai szó a pszichikos, azaz az elmével kapcsolatos szóból ered, és az 1800-as évek közepétől terjedt el a használata az angolban. A bonyolult jövendőmondó módszerek régmúlt időkre nyúlnak vissza. A korai civilizáció talán legismertebb jövendőmondó módszere az asztrológia volt. Egyes jövendőmondók állítólag az asztrológia nélkül is tudtak jósolni valamilyen közvetlen érzékelés, vagy a jövővel kapcsolatos látomásokon keresztül. A régi időkben látnoknak vagy prófétának nevezték őket. Médiumok régóta léteznek, sámánok, varázslók és orákulumok alakjában. Az emberek ezért fordultak hozzájuk. A médiumok az ősi társadalmakban hatalmi pozíciókat töltöttek be, az ezoterikus tudással való feltételezett kapcsolatuk miatt. A vezetőknek és az embereknek életvezetési tanácsot adtak, amit igen komolyan vettek. Pythia, a delfói Apollón szentély jósnője, Apollón sugalmazására különböző rituálék során jövendőléseket végzett a Krisztus előtti 8. században. De a legrégebbi történelmi jóslatok a látnoknak tartott Nostradamustól származnak a 16. századból. Nostradamus francia látnok volt, aki gyűjteménybe szedte a proféciáit, amelyek azóta világszerte ismerté váltak, és halála óta többször is kiadtak. Több mint 6000 jóslatot írt. Megjövendőlt olyan katasztrófákat, mint a pestis, a földrengések, az aszályok, az árvizek, az inváziók és a csaták. A középkorban a látnoki képesség új formája jelent meg, amihez tarotkártyát használtak. A tarotkártyákat Itáliában kezdték el jövendőmondásra használni az 1500-as években. A legrégebbről fennmaradt kártyapakli a Visconti Sforza tarot Olaszországban található. A kártyalapokra a világ különböző részein bukkantak, de a történetük elég rejtélyes és kevéssé ismert. Szerintem bárki megtanulhatja a tarotkártyák olvasását. A kártyacsomag 78 lapból áll, melyek a tudatalatti körüli energiákat mutatják meg, és segítenek ezeket értelmezni. A lapok jelentése értelmezése megtanulható, és erejtélyek ezáltal feltárhatók. Szeretek a kártyából jósolni. Információt és bepillantást kaphatunk az emberek életébe, és én szeretek emberekkel foglalkozni. Szeretek segíteni. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy segítsem a gyógyulásukat és a problémáik megoldását. Csodálatos ez a munka. De mint mindent, ami a természet felettiben gyökerezhet, a médiumok képességét is elkerülhetetlenül kihasználják a népszerűség. A múltban és egészen napjainkig a hiteles médiumok világát színpadi előadók is kihasználták. A médiumok alapvető technikája az úgynevezett cold és warm reading. A cold reading során a médium kérdésekkel bombázza az egyént, és megfigyeli a reakcióját. Főként csoportoknál alkalmazzák ezt a technikát. Ez az úgynevezett Barnum hatással áll kapcsolatban. Ez a híres cirkuszi mutatványosról, P.T. Barnumról kapta a nevét, akinek híres mondása szerint minden percben születik egy balek, ami az emberek hiszékenységére utal.
A színpadi előadók a Barnum vagy Forer hatásként ismerté vált módszerrel hálózzák be a közönségüket. A Barnum hatás szerint bárkinek adhatunk egy felületes jellemzést, amit bizonyos fokig magára illőnek fog találni. Mondhatjuk például egy fiatal, a 20-as éveiben járó hölgynek, hogy érezzük, hogy összetört a szíve, mivel a legtöbb fiatal lánynak már összetörték a szívét. Egy idősebb embernek mondhatjuk, hogy egy szerető nő energiáját érezzük, mivel sokan ebben a korban már elveszítették a nagymamájukat vagy az édesanyjukat. Egy médium megkérdezheti az emberekkel teli teremben, hogy ismernek egy Johnt, akinek szívrohama volt. Nagy valószínűséggel lesz valaki, aki ismer egy ilyen embert. Nem a médium végzi az olvasást, hanem a közönség. Hatalmas mennyiségű információval látják el a médiumot. Ez egy ügyes módszer a homályos feltételezések megfogalmazására, és ha valaki hisz ebben, akkor el fogja fogadni ezeket a feltételezéseket. A warm reading ezzel szemben bizonytalanabb. A médium vagy a besúgói mondjuk a hallban kószáltak az esemény előtt, és kihallgatták, hogy mit beszélnek az emberek. Leggyakrabban a közönség soraiból gyűjtötte valaki az információt, és mikrofonon beszélt a médiummal. Vagy maga a médium szerezte meg az információt. Derek Acora egy híres tévés médium volt, aki egy paranormális tévéműsor élő közvetítésén dolgozott. Acora nem ismerte a helyszínt, ahonnan bejelentkeztek, csak ott helyben tudta meg. A műsor egyik parapszichológusa, dr. Kieran O'Keefe, korábban a helyszínre látogatott, és elmondta, hogy egy Creed Kafer nevű dél-afrikai rabszolga halt meg azon a helyen. Később a műsorban Derek Acorát megszállt a Creed Kafer szelleme. Creed Kafer valójában a Derek Faker, azaz csaló anagrammája. Dr. Kieran O'Keefe szándékosan adott téves információt, mivel azt gyanította, hogy a stáb egyik tagja kiszivárogtatja az információt Derek Acorának, és így is történt. Derek Acora felült a téves információnak és lelepleződött. A világhírű gondolatolvasó Uri Geller azt állította, hogy nem csak a gondolatokat képes olvasni, hanem telekinetikus képességekkel is rendelkezik. Azaz képes a tárgyakat fizikai érintkezés nélkül mozgatni. Állítása szerint 1996-ban egy nemzetközi labdarúgó meccs eredményét is befolyásolta. Jól emlékszem erre. Tony Adams felbuktatta az egyik skót játékost, és Skóciának 11-est ítéltek. Gary McAllister készült a 11-eshez, és tisztán látszik a felvételen, hogy a labda 5 centire elgurult jobbra, mielőtt McAllister belerúgott. Így a kapus David Seaman ki tudta védeni. Uri Geller azt állította, hogy egy helikopterben ült a Wembley stadion felett, és ő mozdította el a labdát. Nagyon nehéz kideríteni, hogy valóban Uri Geller mozdította-e meg a labdát. Csak azt tudjuk, hogy mindezt a meccs után mondta. Valóban lehetséges, hogy az izraeli médium mozdította el a labdát? Ha Uri Gellernek valóban volt ilyen képessége, akkor Angliának a meccs helyett a bajnokságot kellett volna megnyernie. A médiumok világának leleplezését tűzte ki célul James Randi. Randit nagyon érdekelte az, ahogyan átverik az embereket. Ezért úgy döntött, hogy megvizsgálja ezeket a módszereket. Számos médiumot tanulmányoztak már a tudósok, de jobb, ha egy tapasztalt bűvész figyeli meg a történéseket. James Randi felajánlott $1 millió is annak, aki pszichikai képességet tud bemutatni. De senkinek sem sikerült megnyernie, mivel amikor valaki azt állította, hogy ilyen képességekkel rendelkezik, ellenőrzött körülmények között tesztelték, és a képesség elillant. A Lawrence Livermore laborban számos fizikus dolgozik, és néhány éve felhívott az egyikük, és azt mondta, megvan az $1 millió díjnyertese. Megkérdeztem, hogy ki az? Egy izraeli fizikus, aki egy Ronny Marcus nevű férfit hozott magával, aki Uri Gellerhez hasonlóan kanalakat hajlít meg, lezárt borítékok tartalmát olvassa el, mindenfélét csinál, ami Uri Geller repertoárjában szerepelt.
Ezzel a trükkel tévesztette meg a labort. Kért egy doboz gyufát, ebben már nincs túl sok, 5-6 szál. Tudósok lévén természetesen megvizsgálták a dobozt lézersugárral, infravörös és ultraíboja fényben. Aztán átadták Ronnie Marcusnak, aki azt mondta, hogy mi ezt hívjuk pszichokinézisnek. A következőt csinálta. A kéz fejére helyezte a dobozt, és azt mondta, hogy figyeljék, a doboz fel fog emelkedni. Nézzék, felemelkedik. Elemelkedik a kéz fejemről. És azt mondta, hogy amikor lazítok, a pszichikai erőm visszamegy a kézfejemre. Nem tudom, hogyan csinálta. De dolgozom rajta. De kinek van igaza? És ki téved? Egyes médiumok úgy hiszik, hogy kapcsolatban állnak a szellemvilággal, gyakran gonosz szellemekkel. A mennyei királyság és az angyali királyság mellett valahol időben és térben létezik egy rossz hely, ami tele van gonosz erőkkel és gyűlölködő démoni lényekkel. New Yorkban történt egy eset, amikor azt mondták valakinek, hogy a gyerekét megszállta egy gonosz szellem. És ez az ember több tízezer dollárt költött egy médiumra. Az egyik eset nagy visszhanggal járt a médiumok között. Nagy port kavart egy eset Angliában, amikor egy kislány, Madeleine McCain eltűnt Portugáliában. Sok médium a közösségi médiában reklámozta magát azzal, hogy tudja, hogy hol van a kislány, vagy mi történt vele. Nagyon visszataszító és ízléstelen. A családja gyászolt, mert a gyerek valószínűleg szenvedett, és sok médium egy ilyen esettel népszerűsíti magát. Legyen szó akár egy csaló médiumról, vagy bárki másról, aki szakmai szolgáltatást kínál, a törvény teljes erejével kéne fellépni ellenük. Súlyos bírságot kéne kapniuk, talán börtönbüntetést is érdemelnének, mert pusztító hatással lehetnek az emberekre és a családokra. De néhány látszólag racionális ember is őszintén hisz abban, amit a szellemek vagy a csillagok tartogatnak számukra. És az útmutatásuk megváltoztathatta a történelem menetét. Számos híres ember életét és döntéseit vezérelték olyanok, akik állítólagos kapcsolatban álltak a túlvilággal. Számos híresség, rendező és filmproducer fordul médiumokhoz, vagy ahogy ők nevezik, spirituális segítőkhöz. Ilyen például Jennifer Aniston, George Clooney, Brad Pitt, Sarah Jessica Parker, Cameron Diaz, Ron Howard rendező, vagy a Kardashian család. Egyes médiumok nagyon rossz tanácsot adnak, mert nem ismerik a szóban forgó iparágat, és nagyon kiszolgáltatott helyzetbe hozzák a hírességeket vagy zenészeket, akik rossz pénzügyi döntéseket hoznak. Szerintem a bizonyosságot keresik egy olyan iparágban, ami alapvetően tele van bizonytalansággal. De a túlvilági útmutatásokba vetett bizalom legfurább esete minden bizonnyal Ronald Reagan elnök feleségéjé és az asztrológiai tanácsadójé. Nancy Reagan mellett állandóan volt egy asztrológus, akitől megkérdezhette, hogy mit mutatnak aznap a csillagok. Mire kell ma koncentrálnia? Nancy őszintén hitt abban, hogy a csillagok, a hold és a bolygók együttállása nagy hatást gyakorol. Nancy Reagan igénybe vette egy asztrológus, Joan Quigley segítségét, miután férje ellen merényletet kíséreltek meg. Joan Quigley később azt mondta, hogy ha korábban felkérték volna, megjósolhatta volna a merényletet. Azt állította, hogy számos esemény és történet a Fehérházban neki köszönhető. Ő felelt az Air Force One fel- és leszállásáért, tanácskozásokért, a tárgyalások időzítéséért.
Úgy tűnt, hogy régen konzultált Quigley-vel, mielőtt aláírta a leszerelési megállapodást Gorbacsovval a 80-as években, ami azt jelenti, hogy Quigley-nek szerepe volt a hidegháború befejezésében. Vajon pszichikai képességről, tehetségről, profi varázslásról, valami természetfelettiről van szó, vagy valamiről, amire egyszerűen nincsen magyarázat? Ha segít az embereknek, vagy legalább nem árt, akkor rendben van. Tapasztalatom szerint az emberek elégedettek a kezelésekkel. Persze van olyan, akinek ez nem tetszik, mert még nem áll rá készen. Lehet, hogy nem akarja hallani, amit mondanak neki. Vannak ezoterikus vásárok, ahol senki sem bír el másokat. Még a hagyományos tudomány vagy orvostudomány területén az emberek megszokták, hogy a konferenciákon megtámadják őket és kérdéseket tesznek fel. Hiszem, hogy léteznek olyanok, akiknek vannak képességeik, amit jobban meg kell vizsgálni. Tényleg úgy tűnik, hogy olyan dolgokról tudnak, amikről nem tudhatnának. Nem akarok senkit sem meggyőzni, csak olyanokkal dolgozom, akiknek van hitük és bíznak abban, amit csinálunk. Nem lehet minden látnokot és médiumot elítélni egyetlen rossz tapasztalat alapján. Az ilyen emberek gyakran félnek attól, amit nem értenek. Ha valaki megkeres és szkeptikus vagy nem hisz ebben, akkor egy blog fogja akadályozni, és nem fogok tudni neki a kártyából olvasni. Nem az én dolgom, hogy bárkinek bármit bebizonyítsak.